amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait, kinek tartják az emberek az ember fiát. Ők ezt felelték, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Erre megkérdezte őket, és ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus azt felelte neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is. Folytassuk múlt heti összehasonlításunkat a média nézőpontja és a hité között. Emlékezzünk, hogy a kezdő újságírók megtanítják, hogy minden eseményt 5 kérdésre kell redukálnia, tömörítenie. Mi, ki, mikor, hol, hogyan. Nos, a ki a celebek esetében nyer csak hangsúlyt. Különben többnyire elveszünk a mi részletes bemutatásában. Az Úr azonban mindig a személlyel kezdi, és vele is végzi. Számára a ki az igazi, az egyetlen kérdés. Most épp erre tanítja a tanítványait. Péter jelesre vizsgázik. És mi? Nekünk is meg kell tanulnunk egy további média alapelvet, a tény és a vélemény megkülönböztetését. Amikor a kérdés ki, akkor soha nem a vélemények számítanak, kinek tartatok engem, hanem a tény. Ennek ismerete teszi Pétert a kiválasztott vezetővé. Boldog, aki tudja a választ.